Szeretettel köszöntök mindenkit. Örök érvényű emberi kérdés, hogy megismerjük magunkat, hiszen ezt a kultúrát nézzük, akkor a Delfói Jóshely templom felirattal is ez áll, hogy ismerd meg önmagad, hogy megismerhesd Isten. Nagyon sok, úgy lehet mondani, hogy többféle rendszer alkalmas arra, hogy az önismeretben segítsen bennünket. Ha már említettem a európai kultúrkör bölcsőjét, a görög-római kultúrkör, akkor rögtön megemlítem azt, hogy a megszentelt tudományok egyike az alkímia, a mágia és a kabala mellett az asztrológia. Sokféle asztrológiai stúdium és kurzus tanulási lehetőség van Magyarországon. Én magam is tanítok asztrológiát, és hamarosan indítok új asztrológia csoportot. Azonban azt látom, és az a szellemiségem, hogy nem annyira asztrológusokat kell képezni, hiszen mi magyarok kitűnőek vagyunk szellemiekben és idákban, hanem olyan embereket, akik az asztrológiát ténylegesen alkalmazzák is a saját életükben, mint ön, sors, világismereti rendszer a mindennapi praxisukban, nem úgy, hogy függenek tőle, hanem eszközként használják. Ezen szellemiségi egyében egy új képzést indítok október 22-23-án, ez az első tanítási nap és hétvége, aminek az elsődleges célja tehát az, hogy a saját horoszkópunkat megtanuljuk használni, ön és sors ismerete, felelősségteljesebb és tudatosabb emberekké váljunk, és minél inkább el tudjuk fogadni, szeretni önmagunkat, egymást, az embertársainkat. Természetesen cél az is ezzel együtt, hogy egy tudattágításon menjünk keresztül, egy tudattáguláson egészen pontosan, hiszen asztrológusról gondolkodni, az analógiás, holisztikus látásmódot elsajátítani, egy gondolkodásmód fejlesztés is, és egyben egy tudattágítás. Aki pedig segítőhivatásban van, legyen bármilyen segítőhivatás, a szociális munkástól a pedagóguson keresztül egészen a pszichológusi, orvosi vagy pszichiáterig, modern szóhasználattal élve, mint komplementer medicina, kitűnően tudja használni az asztrológiát. És hát természetesen nem utolsó sorban, ha valaki úgy érzi, hogy az asztrológia az élethivatása, erre rátermet, akkor lesz lehetőség a tanulmányok végén asztrológusi szakmai végzettséget is szerezni. Bővebb információkat lehet kapni erről a képzésről, tehát a nevemmel azonos honlapomon www.isjozsefzsolt.hu. És egyébként pedig, még egyszer mondom, október 22-23-a a beiratkozás, a megismerkedés, az első tanítási hétvége itt Budapesten, a belvárosban, jól megközelíthető helyen a Herman Otto általános iskolában, a 13. kerület, a Radnóti Miklós Pozsonyi út sarkán, de minden információt, tematikát, tanrendet, helyszínt és egyéb kereteket meg lehet tudni a honlapomon www.isjozsefzsolt.hu. Szeretettel várok mindenkit!